Sziasztok, ez itt az IGN Gaming legújabb adása. Mellettem Horváth Gábor, Kásper vagyok, és ma a Hellblade-ről fogunk egy kicsit beszélgetni. Ugyanis az év eddigi egyik legnagyobb meglepetése, bár én nagyon reménykedtem benne, nagyon úgy éreztem, hogy ez egy ütős program lesz, de mégis azért úgy egy kicsit úgy belopta magát a szívünkbe, még hogyha egy nagyon maradandó és nehéz élmény is a játék, amiről annyit kell tudni igazából, hogy már 2014-ben bejelentették a Gamescomon, és nagyon sokat késett, nagyon sokat csúszott, nem véletlenül, hogy a Ninja Theory-nak, a fejlesztő stúdiónak egy független játékként készítette ezt el, és nagyjából egy 20 fejlesztő dolgozott rajta, minimális büdzséből, és hát döbbenetes lett ennek fényében pláne a végeredmény, ugyanis lényegében a címe, AAA címeket megszégyenítő minőségben készült el. Forradalmi technikákkal, mert olyan dolgokat vetettek be a játék minél inkább, mivel az őrületről szól, ezt nyilván már tudjátok, akik bármilyen trailert is megnéztetek a játékból, a Senua nevű főhősnőnk kerül a középpontba, akinek az őrületét megjelenítendő, minél élethűbb mimikákat akartak, és egy szerb stúdióba utaztak el, hogy egészen fantasztikus új technológiákat bevetve, lényegében a játékba rögtön beolvasva a Senuát alakító Marina Jürgensennek az összes grimaszát és arcvonásait, minden. Úgyhogy technikailag egy elképesztő játékot raktak le, de nem csak ettől jó a Hellblade. Bizony nem csak ettől. Millió egy okot tudnék adni, hogy miért jó játék. Először, de kezdjük először ezekkel a részekkel, amiről beszéltünk. A Ninja Theory most meglátásom szerint egy olyan fricskát tolt gyakorlatilag a fejlesztővilág, pöccintett a fejlesztővilág órára, hogy csak néztem ki a fejemből, amikor az ember azt látja, hogy független stúdió kis büdzséből egy ilyen jelzésértékű játékot összeraknak, és ez leszalad, vagy amikor egy stúdió kérdetlen embermennyiséggel és irdatlan pénzből, mely pénzekből gyakorlatilag egy kisebb házat lehet építeni, nem az árából, hanem úgy gyakorlatilag így a stócokból. Fizikailag egy kisebb házat lehet építeni, és ugyanakkor egy felemás, unalmas, vontatott, technikailag határesetként működő programot látunk, és itt van a Ninja Theory 20 emberrel, rengeteg utánajárással, rengeteg szeretettel, rengeteg gyakorlatilag realizmussal, illetőleg érdeklődéssel és tisztelettel a téma iránt, mert hogy a téma az egy nagyon komoly dolog, mint ahogy te ezt felvezetted, de mindjárt erre visszatérünk. És megmutatták, hogy nem egy 4 órás játékot, hogy nagyon sok ez a sétáló szimulátor, tudod, amikre 2-3 óra alatt végig. Én annyi időre le se ülök játszani, de nem vagy. És egy 8 órás, hát embertől függő, én nagyon kényelmesen játékos vagyok, tehát ahová nem kell futni, ahol nem futok, igaz, ez látszik az életben is, és egy ilyen 6-8, maximum 10 órás élményt jelent, ugye ügyességünk, illetve a puzzle nehézségek függvényében. Igen, és igazából pont ez, amit mondtál, ez a fajta lelkesedés érezett azon is, hogy már a fejlesztés időszakában, nem tudom pontosan mennyi, de ha 40-50 fejlesztői videót nem adtak ki, hogy éppen hol tartanak, milyen animációk, milyen technikák, mi a történet. Pontosan. Készült egy dokumentumfilm, egy azt hiszem 35-40 perces dokumentumfilm, ahol a cambridge-i professzor, aki besegített nekik a fejlesztésben, és az ő betegei, arról beszéltek, hogy ez a fajta pszichózis, ami a főhősnőnkön úrrá lesz, ez hogy működik, milyen mélyre ástak ennek a gyökereibe. Szóval ez az elképesztő gondoskodás, törődés és odafigyelés érződik az egész játékon, és ennek tükrében azt mondhatjuk, hogy így érthető ez a sok késés, és abszolút megbocsátható, hogyha a végeredmény ilyen. De akkor egy kicsit nézzük meg, hogy mi is ez a játék, a sztori, hogy indulunk. Senua, ő egy kelta harcos lány, aki örökségében kapta meg a pszichózist. Ő nem így hívja, ugye a 8. századon ezt ritkán apostrofálták így. Édesanyja papnő volt, és ő maga is örökölte az édesanyjába rejtőző sötétséget. Édesanyja megtisztul a sötétségtől a történet szerint, és úgy gondolja, hogy ő is megtisztulhat, hogy pontosan ennek mi volt a mikéntje az édesanyja vonalában, ez pontosan a történet szempontjából ebben most nem mennék bele. A lényeg az, hogy Senua is reméli, hogy ezt meg tudja ejteni, ám távollétében történik egy csúnya dolog, megérkeznek ugye ezek az északi népek, Zord Martalóc banda ők, és
csúnyán helyben hagyják a falut, így is lehet mondani, és Szerelme Dillion, aki az egyetlen, aki megérti és tiszteli benne ezt a sötétséget, aki nem retteg a lányban rejtőző átoktól, ahogy ott hajlamosak az emberek hívni, őt pedig nagyon csúnyán kivégzik, biztos hallottál ezt a véres Bloody Girl kivégzést, amit hiszem még sorozatokban is egyszer ábrázolták, a Vikings című. Bárhogy is, lelkét imigyen feláldozva a skandináv isteneknek, és Szenó úgy dönt, hogy az nem oda való, és ő ezt vissza akarja kapni, úgyhogy felbatyúzza szerettek fejét egy ilyen zsákba, és nekiindul ennek az utazásnak, vagy nekiindul ez az, amit nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi játszódik az ő kis zavart kobakjában, és mennyi történik a valóságban, de történelmi tényekkel csak úgy, mint a skandináv mitológia eleme, és egy picit a kelta dolgokkal, és itt most inkább a Szenó ruházatára, a küllemére, aminek állítólag nagyon komoly történelmi áskálódásnak az eredménye, hogy ezt így fel tudták építeni. Ő neki indul, bejárja a skandináv mitológia minden zegét, zugát, míg el nem jut Helheimba, és szembe nem kerül a alvilág úrnőjével, hogy egy alkut kössön. Ennek mikéntjében szintén nem mennék bele, de azt kell mondjam neked, hogy az utazás az én pszichémet is igencsak végigrángatta a sáron, és hát néztem az olvasói hozzászólásokat, hogy nem én voltam az egyetlen, aki kontrolletlen rakva, egy kicsit még meredtem magam elé. Nem is tudom, hogy elborzadtam, vagy csak meghatódtam, de mindenképpen a varázsával kerültem. Igen, mert hogy egy nagyon-nagyon komoly témát ragadtak meg, amit igazából videójátékokban nagyon ritkán ábrázolnak. Én legutoljára talán a Spec Ops volt az, ami, ami egy kicsit, ha emlékeztek rá, a Jagger Developmentnek egy ilyen FPS vagy TPS játéka, ami pont ezt az őrületet, a háborúval járó őrületet próbálta megjelenni, és az is elég sokkoló hatással volt, és voltak benne elég durva jelentek. De hogy a Hellblade-nek a dizájnja, ahogy erről az őrület, erre a bizonytalanság, hogy mi vesz körbe, mi valós, mi nem valós, ez valami zseniálisan sikerült. Bizony, a dokumentum, amiben rá is mutatnak, van egy lista a tünetekről, ami a pszichózis kíséri, a szellemhangoktól kezdve néhányan arra panaszkodnak, hogy a világ túl élénk színű lesz, már-már fluoreszkáló, már-már neon. Ez szintén benne van, hogy a rejtvényeknél nagyon sokszor látjuk, mások arra panaszkodnak, hogy olyan dolgokat látnak, ami nincs a notókra, és hallanak. Szerintem pontosan ezért ugye sosincs egyedül, állandóan kísérik a hangok, ami egyébként egy rendkívül ügyes megoldás, és már-már zsenialitás határa csúrója, ugyanis ugye leradírozták a hudot, mint olyat a képernyőről, mert minek felkiáltással, és minden egyes helyzetről, állapotról ezek a hangok tájékoztattak minket. She's almost dying, mindjárt meg fog halni, vigyázz mögötted, mindjárt legyőzöd, még egy kicsit, mindent elmesélnek neked, tehát tudod, hogy van az ellenfele, tudod, hogy hogy vagy te, anélkül, hogy bármi környezetidegen sávocskót emelkedne, vagy süllyedne, hogy XP-k vagy sebzések repkednének jobbra-balra, mégis minden információd megvan. Ugyanakkor ugye hajtanak, ha visszafordulsz a menetirántól, mert távol a céltól, akkor döbbenten, hová megy? Állnak a tény fölött, hogy te most teljesen megőrült, vagy az ellentések. Nagyon jól össze van rakva, és az egész jel egymással is vitatkoznak a hangok. Van, aki támogat, van, aki kinevet és gúnyolódik rajta, ő már a vesztedet akarja. It's coming. Igen, ez a hangdesign, ez zseniális ez benne. A képi világ ugyancsak egy ilyen nagyon szürreális, ilyen egészen elképesztő látványvilág. Ha láttatok trélereket belőle, akkor ez egyből lejön. Igazából az újabbakon, a régi gameplayeken még kicsit csiszolatlannak tűnt a program. Aztán ezért is kételkedtek benne sokan, mert kicsit darabos volt, kicsit nem úgy nézett ki, mint ahogy ezt a Ninja Theory hirdette, hogy egy ilyen AAA címeket megszégyenítő dolog lesz, de azért azt gondolom, hogy hittek benne, hiszen a Hughes Gibor is visszatért a csapathoz, aki korábban elment, de a Heavenly Sword-et még náluk készített, és ő is visszajött, hogy direkt ezt a játékot felügyelhesse művészeti direktorként, és hát meg is látszik a kezem munkája rajta.
Tehát a látvány és a hangulat, az atmoszféra az nagyon rendben, és azt gondolom, hogy ez a sokak által vitatott, ez a mentési rendszer, ami felröppent, amit maga a stúdió dobott ki az éterbe, hogy ha túl sokszor meghalunk, akkor ugye egy permadesz ilyen opciónak hála törlődik a mentésünk, és kezdhetünk mindent előre, ami kiderült, hogy nem így van. De igazából maga az ötlet itt is zseniális. Abszolút mértékben. Sőt, én el is hittem egy darabig, hogy ez így fog működni, mert minden alátámadni. Csak hát az internet korában élünk, ugye ez már nehéz ezeket az információkat tényleg ilyen bizonytalanságban tartani, de azt gondolom, hogy még ezzel is rájátszottak erre a teljesen ilyen bizonytalan őrület határán mozgó érzésre. Nem mindenkinél jól sült el, nyilván ezt sokan nehezményezték, hogy ez miért kellett. Egy gegnek azt gondolom, hogy belefért, ezért komoly súlyt helyezett a játékos vállára, mert amúgy a harcrendszer és a fejtörők azért, mint játék, történetben, atmoszférában tökéletes. Gyakorlatilag igen, alá vannak rendelve a hangulatnak. Igen, és mint játék egy kicsit azért érződik az, hogy minden ez alá, az ötlet és a koncepció alá lett rendelve. Így van, így van. A puzzle elemek, bár rendkívül ötletesek, rendkívül jó vizuális puzzle-lel találkozunk, és most nem itt a runa keresgetésre, gyakran találkozunk olyan ajtókkal, amiken runák vannak. És ezen runákra fókuszálva gyakorlatilag a környezetünkben kell megtalálni az ellenpárját. Nem azt kell elképzelni, hogy majd ott lesz egy P-formájú vésett rúna valahol, hanem lehet, hogy egy épület rom keresztfájának árnyéka vet egy P-formát, hogyha kellő pozícióban vagyunk, ugye a két darab ellen levetíti a földre, vagy lehet, hogy az X az nem más, mint egy X alakba szétfölött csend fér valahol a terepen, tehát nem ennyire egyértelmű. Az igazán élvezetes puzzle-ök nekem inkább azok voltak, amikor egy töredékes valóságot kellett úgy beforgatni, úgy benézni, hogy az a mögött egy leszakadt híd. És a leszakadt híd előtt láthatatlan vagy áttetsző elemek, amik fura képek szilánkjait vetítették a szemünk elé, és hogyha viszont a kellő szögben néztük, akkor gyakorlatilag összeállt a híd, és akkor vált valóságá szem a számára. Tehát ilyen és ehhez hasonló puzzle-ök sokasága volt. Nem volt különösebben nehéz, inkább csak időigényes, és ezért is írtam azt, hogy alkalmas. Én úgy érzem, hogy amíg én bókláztam és próbáltam rájönni, hogy hol van az a bizonyos runa, addig néha már inkább haladtam volna az őrület spiráljál lefelé lelkesen, de, és haladtam is, csak egy másfajta őrület, hogy hó van már. De nem ezek a legnehezebbek, és a harcnál is érezni, hogy nem, ahogy értem, nem akar ő kérkedni egy ilyen játékmechanikai értékkel, ez arra való, hogy érezzük, hogy funkcionális. Így van, gyakorlatilag. Ennek ellenére nagyon szórakoztató volt harcolni, nem kell várni Dark Souls-os realitás, vagy éppen bajonettás őrületet, ahol 8 megatonnával rugunk melkason valakit úgy, hogy az egész család fájja visszafelé és előre egyaránt kihal, hanem egy jól funkcionáló, egy simán mozgó, a maga egyszerűségében kellően összetett, mégis kellően összetett és folyékony harcot láthatunk, ami nem fog igazán próbára tenni egyetlen egy kontroller huszárt sem, de azért van súlya. De azért megállja a helyet. Így van. No, hát igazából, amit a Hellblade-ről tudnotok kell, azt most elmondtuk, de a legfontosabb az, hogy mindenképpen próbáljátok mindenképpen ki, hiszen ez egy olyan kaland, ami nagyon ritkaság számomra. Mert főleg pont a mostani ilyen nagyon daráló, nagyon gyorsan jelennek meg a címek, már aki a Rockstar, ugye, ő rajtuk egy darabig, de más kategóriák, ők megengedhetik, de hogy pont ezeknek a nagyon elkoptatott sémáknak egy teljesen új, sok ötlettel és még több szeretettel megvalósított programja. És a téma előtt kellő alázatot mutató dolog ez. Úgyhogy egy próbát mindenféleképpen megérdemel a Hellblade, mi nagyon szerettük, ha még nem tettétek, olvassátok el a tesztünket, és legközelebb újabb videókkal jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!